Köszöntöm nézőnket, Szepesi Tibor, a Délvidéki Kulturális Központ igazgatójával beszélgetünk, hiszen 56-os megemlékezések lesznek városunkban is. Hogyan emlékezünk a szabadságharc áldozataira és magára a köztársaság kikiáltására? Természetesen a hagyományoknak megfelelően idén is ünnepélyes keretek között fogunk megemlékezni 56 hőseiről, illetve a köztársaság kikiáltásáról. A 23-ai nap pont lesz a megemlékezés, amely az északi temetőben a Mártil halált halt kemény pár sírjánál fog kezdődni, ott fogjuk a sírt megkoszorúzni, megemlékezni a karcagi hősökre. Ezt követően kerül sor a zászló felvonásra, majd pedig a református nagy templomban ünnepi istentisztelet keretében kerül megtartásra gyakorlatilag a városi ünnepség is. Az ünnepséget követően pedig a városháza előtt az 56-os hősök emlékére elhelyezett emléktáblánál kerül megtartásra a koszorúzás, ahol intézmények, civil szervezetek, pártok helyezik el a megemlékezés virágait. Az ünnepelő estén 22-én pedig itt a Dérinében lesz egy emlékműsor. Így van, 22-én már emlékezni fogunk az 56-os hősökre, az 56-os karcagi hősökre, hiszen a mártír halált halt pap Béla emlékére egy könyv íródott a református egyházkerület megbízásából, a Nagykun Református Gimnázium egykori tanulója, a könyv szerzője. Ennek a könyvnek a bemutatója lesz, illetve a könyvből részleteket fog előadni a gimnázium Főnix színpada. És még mindig az ünnephez kapcsolódóan hétfőn pedig egy futócsapat érkezik városunkba. Így van. Nem közvetlenül a karcagi rendezvényhez kapcsolódik, hanem inkább azt mondom, hogy az országos 56-os megemlékezésekhez, hiszen a Debreceni Honvéd Sportegyesület katonai futóváltója érkezik a városba. Várhatóan 5 óra magasságában fogják elérni a városháza előtti teret, ahol természetesen ünnepélyesen fogadjuk őket, szalagfelkötés lesz az általuk körbehozott, körbevitt kopjafára, mely kopjafa aztán tovább fog indulni Budapestre, a ottani országos megemlékezésre, ott kerül majd elhelyezésre a Honvédelmi Minisztérium előtt. Tehát hétfőn 5 órakor várjuk őket a városháza előtt. Köszönjük szépen! Köszönöm én is!